Azon múlik, milyen a karma, mert valamilyen esetben lehet gyógyítással segíteni, vagyis műtéttel lehet valamikor nem is kell beavatkozni. Szóval a karmának van több mélysége. Például, hogyha valakinek olyan karma van, hogy csak javítja egy kis étkezési rendet, vagy kezd jogázni, és akkor már megszabadul a problémától. Valamikor mélyebb, akkor ő ez már nem működik, akkor kell, hogy valamilyen gyógyszert szedjen. Még mélyebb, akkor lehet, hogy kell beavatkozni orvosoknak, megműteni, kivágni, vagy valamit. Akkor, de van olyan karma, mikor valaki ezzel a betegséggel, problémával egész életbe fog élni, nem segít. Például valaki kéz nélkül született, az már nem lehet megváltoztatni orvosoknak, hogy legyen egy új keze.